Útfejlesztések, 45 km útszakasz újul meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Bedőlt lakáshitelek, egyre több fizetésképtelen devizahiteles ingatlanja kerül a Nemzeti Eszközkezelőhöz. Megemlékezések megyeszerte, idén Tiszalökön tartotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat központi március 15-i ünnepségét. Bakta Loránd házán nemzeti ünnepünk alkalmából nyitották meg a Degenfeld Kastély Múzeumot. . 45 km útszakasz újul meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A fejlesztések érintik a 4-es számú főút Fényeslitke, Komoró, Tuzsér felüli szakaszát, a 381-es és a 471-es számú főutakat is, továbbá az Újfehértót Nagykállóval összekötő út egy szakaszát. 69 milliárd forintos hazai forrásból országszerte 444 km főúti és 119 km mellékúti szakasz újul meg. A támogatási szerződést március 1-én kötötte meg Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Nemes Nagy Tibor a Magyar Közút vezérigazgatója. A felújítások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érintik a 4-es, a 381-es és a 471-es számú főutakat, továbbá az Újfehértó Nagykálló összekötő út egy szakaszát. A megyében több mint 45 km hosszan, mintegy 5,43 milliárd forintból újulhatnak meg a Magyar Közút Napafit ZRT kezelésében lévő országos közút szakaszok. Nyírbátor térségében több szakaszon várható útfelújítás, körforgalmakat építenek majd annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés a 471-es számú főúton, például itt Nyírbogát központjában is. A 471-es főútvonal egy helyen ér véget, az Nyírbogát, és ott az egy nagyon balesetveszélyes csomópont, ott kerül kialakításra, bruttó 140 millió forintból egy körforgalom, és a másik körforgalom kialakítás az itt, ahol állunk, az Édesanyák útján, Nyírbátorban fog megvalósulni, illetve ide 200 méterre a Füveskert utcán, a Császári út és a Füveskert utca találkozásánál, ugyancsak a 471-es főútvonal rekonstrukciója keretében. Ezek a felvételek Nyírbátorban készültek, a 471-es út tényleg veszélyes, az elmúlt 15 évben több száz baleset és több mint 30 halálos baleset történt itt. Írtózatos nagy forgalom van ezen az utcaszakaszon. A két körforgalom megépítése és a közöttek lévő szakasz felújítására már régóta várnak a helyiek, éppen a nagy forgalom és a nagy kamionforgalom miatt is. A fejlesztések érintik az Újfehértót Nagykállóval összekötő út egy szakaszát is. Itt az útburkolat tele van kátyukkal, ez kárt tehet a járművekben, ám a helyiek elmondása szerint a burkolat rossz minősége a turizmusnak és a gazdaságnak is okozhat hátrányt, ezért várják a környékbeliek az út felújítását. Újfehértó határában van a vállalkozásunk. Nem mindegy, hogy a partnereink milyen útviszonyok közepette keresnek meg bennünket, illetve hogy mi milyen úton szállítjuk a partnereknek a termékeinket. További fejlesztések lesznek a 4-es számú főút Fényeslitke, Komoró, Tuzsér felőli szakaszánál is, valamint a 381-es Kisvárda és Tiszakanyer közötti részén. Egyre több fizetésképtelen devizahiteles ingatlanja kerül a Nemzeti Eszközkezelőhöz. A társaság még 2012-ben 35 ezres kvótával indult, ez év február végéig 32.500 felajánlás érkezett. Ebből országosan több mint 22 ezret vásároltak meg. Borsod után Szabolcs megyéből kérik a legtöbb segítséget az eszközkezelőtől. A Nemzeti Eszközkezelő még 2012. január 1-én indult azzal a céllal, hogy felvásárolják azokat az ingatlanokat, ahol a tulajdonosok hiteladósága már eléri a minimálbér kétszeresét. Az érintett lakásokat önkéntes alapon a hitelnyújtó intézet közreműködésével lehet felajánlani. Ha az ingatlant egy műszaki állapotfelmérés után lakhatásra alkalmasnak nyilvánítják, az eszközkezelő megvásárolja azokat. A korábbi tulajdonos pedig továbbra is maradhat az ingatlanban, mint bérlő. Az eszközkezelőnek 35 ezer ingatlan megvásárlására van jogszabályi felhatalmazása, és addig mi folytatjuk is a vásárlásokat, amíg ezt el nem érjük. A jelenlegi állás szerint még egy 5500 szándéknyilatkozat befogadására van lehetőség.
A megvásárlás után hosszú távú, örökíthető szerződést köt az eszközkezelő és az egykori tulajdonos. Az éves bérleti díj az ingatlan hitelfelvételekor becsült értékének 1,5%-a. Ezt kell 12 hónapra lebontva fizetni, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében átlagosan ez az összeg körülbelül 8700 forint, Nyíregyházán valamivel több, 12500 forint. Egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, az egyik legtöbb felajánlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezik. Az eszközkezelő működése óta február 29-éig összesen 32500 ingatlan felajánlás érkezett, ebből valamivel több mint 3000 érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, és ezek alapján már országosan mintegy 22300 ingatlant megvásároltunk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 2200-at. A lakások visszavásárlására is van lehetőség, eddig összesen 67 ingatlan került vissza eredeti tulajdonosához, ebből 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A visszavásárlási jog azonban 6 év után megszűnik. Az 1848-as márciusi ifjak a mai fiatalok számára is példaképek lehetnek, emelte ki Vinnai Győző országgyűlési képviselő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központi ünnepségen Tiszalökön. A politikus hozzátette, 48-ban egy gyarapodó, független, szabad Magyarországért fogtak össze a nemzet nagyjai. Az ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke a testület nevében a Magyar Sajtó napja alkalmából ezüst emlékérmet adományozott Nagy Ágnes munkatársunknak. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek kedd délelőtt Tiszalökön. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központi ünnepségen elhangzott, a magyarokat több megpróbáltatás is érte az elmúlt évszázadokban, a nemzet nagyjaira pedig a mai napig büszkén kell gondolnunk. Annyi nagyszerű eszme és annyi nagyszerű személyiség, annyi érzés és gondolat fogalmazódik meg minden magyarnak a szívében 48 márciusára. Gondolom, hogy ebből nehéz választani. De hát leginkább talán a polgári átalakulás, a jogegyenlőség, a nemzetté válás, hiszen a magyar nemzet születésnapja is 48 március, amikor a jog sáncai közé bevették összes magyar embert, az összes magyar honpolgárt. Az 1848-as eszmékkortól függetlenül közösek számunkra hangzott el a rendezvényen, ahol a hősök tiszteletére a település Kossuth szobránál koszorúkat helyeztek el az emlékezők. Nem véletlenül ez a szlogen, hogy tisztelet a bátraknak. Ezt javaslom a mai magyarságnak is és a mai fiataloknak is, hiszen a régmúlt idők is nagy kihívások elé állították az országot, és most is jönnek szembe a nagy kihívások. Én azt gondolom, hogy ez a példa, az ő cselekedetük a követendő, és erre kell nevelnünk fiataljainkat. A márciusi ifjak a mai fiatalok példaképei is lehetnek. Erről Vinnai Győző, országgyűlési képviselő szólt a megemlékezésem. Akár egy Deák Ferenc, egy Kölcsei Ferenc, aki a jobbágy felszabadítás ügyében szólt hozzá, vagy a jó szónok Kossuth is ott volt, és hát mások is természetesen, de valójában különbözőek voltak életkorban, társadalmi státuszban, mégis 1848. március 15-én egyet akartak, egy gyarapodó, független, szabad Magyarországot. A rendezvényen a megyei közgyűlés elnöke a testület nevében a Magyar Sajtónapja alkalmából ezüst emlékérmet adományozott Nagy Ágnes munkatársunknak. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság után a megyei önkormányzat is elismerte idén a munkámat. 13 éve dolgozom a Kölcsei Televíziónál, és már elmondhatom, hogy egy pozíciójában megerősödött televízióról van szó, ahol élmény dolgozni. És szeretnék köszönetet mondani a megyei önkormányzatnak, hogy mindehez nekünk teret, lehetőséget ad, és a kollégáknak, ugyanis együtt sikerült ezeket a sikereket elérnünk, úgyhogy köszönöm szépen. A megemlékezésen a Tiszavasvári járási hivatal vezetője Hosszú József beszédében kiemelte, Vasvári Pál a márciusi ifjak egyike a térség szülöttje. Rá, valamint a szabadságharc többi hősére is emlékeztek a tiszalöki ünnepségen. A nagy közönség számára is megnyitotta kapuit a megújult Degenfeld kastély Baktaló rendházán. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A forduló meglepetését okozva a Marsó-Nyíregyháza 23 ponttal legyőzte a Paks együttesét. Sitko Ernő tanítványai a listavezetőként érkező atomerőmű ese ellen végig vezetve 92-69-re nyerték meg utolsó hazai alapszakaszbeli meccsüket.
Egyesben Linner Ádám, párosban pedig a Linder Marsi duó végzett az élen Apagyon a 10. Szabadosok Kupa nemzetközi asztali tenisz versenyen. A tornán asztalhoz álló 30 játékos közül 8-an korábban már szerepeltek, vagy jelenleg szerepelnek a magyar válogatottban. Nemzeti ünnepünk alkalmából a nagy közönség számára is megnyitotta kapuit a megújult Degenfeld kastély Baktaló Rendházán. A kastélymúzeumban az országban egyedülálló interaktív kiállítások várják a látogatókat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől! Ökumenikus istentisztelettel kezdődött a március 15-i ünnepi megemlékezés Baktaló Rendházán. A városnak különleges kötődése van az 1848-49-es eseményekhez, ugyanis itt élt Szabolcs Mármegye főispánja, Kossuth Lajos kormánybiztosa. Sajátos ünnep számunkra a március 15-e. Egyrészt azért, mert a település kastélyának tulajdonosa és birtokosa volt Gróf Degenfeld Imre, aki Kossuth Lajos kormánybiztosa volt a 48-49-es szabadságharc alatt, másrészt pedig azért, mert a róla elnevezett Degenfeld kastély 21 év vajódást követően a mai napon nyitja meg kapuit a látogatók előtt, egy interaktív múzeumot szerettünk volna létrehozni, és úgy gondoljuk, ez sikeresen megvalósult. 560 millió forintból sikerült ezt a fejlesztést létrehoznunk. Az istentisztelet után Gróf Degenfeld Imre szobrának koszorúzásával kezdődött az ünnepi műsor Baktaló Rendházán, majd a kastély is megnyitotta kapuit a látogatók előtt, ahol többek között egy feliratos falvédőkből összeállított időszakos tárlat várta a látogatókat. Különböző szőtteseket, különböző terítőket láthatunk, amely bemutatja a mai fiatalabb kornak a számára részére azt, hogy mi az, ami elvárható a családok vonatkozásában, férfi és nő kapcsolatában, és mi az, ami az Istentől lehet kapni. Ezek szépen különböző terítőkre fel vannak hímezve, fel vannak varva, és ezen nagyon sok segítséget nyújthat a mai kor emberének. A kastélymúzeum interaktív tárlatokkal, játék lehetőségekkel, valamint állandó kiállításokkal várja a látogatókat. Március 20-áig kell igényelniük az év elején bevezetett új kártya alapú igazolványt azoknak az őstermelőknek, akiknek az igazolványa hatályos, de erre az adóévre még nem érvényesítették. Az általunk megkeresett falugazdász elmondta, az az őstermelő, akinek az igazolványa hatályos és érvényes is, ráér ősszel igényelni az új kártyát. Őstermelők várakoznak ügyintézésre a falu gazdászoknál. A sorszámok gyorsan fogynak, ám hosszú a várakozási idő, erre panaszkodnak az ügyintézésre várók. Majdnem egy órája. Majdnem egy órája várakozik, és... Hát én is egy órája már itt vagyok. Én 15-es vagyok, egy órája, hát két óra hosszát kell várni. Szerintem még egy óra kell, igen. Módosítás, érvényesítés, csere, kiadás, az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés az ügyfél állandó lakhelye szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető, most a március 20-ai sokakat érintő határidő miatt jelentősen megnőtt a forgalom a falugazdászoknál. 404-es kertem van, és 70-es elmúltam, és mégis kell egy őstermelői évről. Az új kártya alapú igazolványt azoknak az őstermelőknek kell igényelniük március 20-áig, akiknek az igazolványa hatályos, de erre az adóévre még nem érvényesítették. Igazából az őstermelők két körét érinti ez a dátum. Az egyik körbe azok tartoznak, akiknek a bevételük csak őstermelői tevékenységből származik. Ennek alapján fizetnek TB járulékot. Ezeknek az embereknek fontos, hogy a TB jogviszonyuk ne szakadjon meg, és aki március 20-áig az őstermelő igazolványát megújítja, érvényessé teszi, annak ez január 1-jéig visszamenőleg érvényes. Ugyancsak fontos a január 1-től érvényes őstermelői azoknak, akik az adókedvezményüket tételes költségelszámolás formájában veszik igénybe. Nekik a költségeikről számlákat kell gyűjteni, és akinek január 1-től visszamenőlegesen érvényes őstermelője van,
az a január-februárban keletkezett költségszámláit is be tudja tenni a könyvelésébe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak tavaly több mint 30 ezer őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést regisztráltak. A változás miatt a következő napokban továbbra is ügyintézési dömping várható. A nyíregyházi búzatéri piacon több őstermelővel beszéltünk. Krajec Lászlóné és férje már évelején értekeztek a falugazdászukkal. Azt kellett leadnunk a falugazdászoknál, hogy mit termelünk, melyik területen, hány hektárt és mennyiséget is ezt kellett leadnom. És akkor... Örülöm úgy a változásnak? Hát annyiból örülök neki, hogy egyszerűbb, mert egy kártya az könnyebben kezelhető. Az elmúlt években is változott az okmány, míg korábban egy, addig már tavaly 3 évre érvényes igazolványt adtak, az újak azonban már 5 évig hatályosak. A forduló meglepetését okozva a Marsó-Nyíregyháza 23 ponttal legyőzte a Paks együttesét. Sitko Ernő tanítványai a listavezetőként érkező atomerőmű ESE ellen végig vezetve 92-69-re nyerték meg utolsó hazai alapszakaszbeli meccsüket. A kék cápák szerdán Székesfehérváron lépnek pályára. A vendégek az alapszakasz győzelemért, a hazaiak az utolsó hely elkerüléséért harcolnak, így a Paks volt a meccs toronymagas esélyese. Ennek ellenére a kék cápák kezdték jobban a mérkőzést, az első negyed után 23-18 állt az eredményjelzőn. A második 10 percben sem változott a játék képe, Miller látványosan és eredményesen kosarazott, Anru 5 triplát dobott az első félidőben, így a nagyszünetben 12 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A pihenő után folytatódott a hazai varázslat, a Szavics-Krisztanovics páros többször állította megoldhatatlan feladat elő a paksiakat, akiknek csak felvillanásaik voltak, így Sitko Ernő együttese a 24. forduló legnagyobb meglepetését okozva 92-69-re legyőzte jóval esélyesebb ellenfelét. Úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésen koncentráltan megvalósította a csapat azt, amit elképzeltünk. Mindig felkészülünk az ellenfélből természetesen, de gyakran látom azt, illetve gyakran nem látom vissza annak a készülésnek az eredményét, amit szeretnék látni. Ez a mai mérkőzésen nem így volt. Végre azt láttam, hogy úgy érkeztek meg az öltözőbe a játékosok, hogy minden mérkőzés előtt odaadom az ellenfél játékait természetesen papíron, és mindenki látja, hogy mit játszik az ellenfél, de ma volt az első olyan alkalom, hogy a játékosok ezzel érkeztek az öltözőbe, láttam, hogy jegyzeteltek rá, vagyis felírták, hogy mit, hogyan fogunk védeni, és valószínűleg meg is tanulták, mert a mérkőzésen ez jött vissza. A vendégek edzője szerint az vezetett a vereségükhöz, hogy nem volt vezéregyénysége csapatának. Tompák voltunk, meg most már szokásunkhoz híven megint nem jó ritmusban, pedig erről beszélünk sokat, meg nem jó hozzáállással indítjuk a mérkőzéseket, nem tudjuk kontrollálni a saját játékunkat, meg az ellenfelét sem igazából, se védekezésben, se támadásban, azzal együtt, hogy megpróbáltak megzavarni, illetve meg is zavartak minket a zóna védekezésükkel, de azért próbáltunk rá reagálni, semmi nem működött, senki nem volt, egy játékos sem volt a pályán, aki át tudta volna lendíteni a csapatot, nem éreztem a kohézió erőt, nem éreztem azt, hogy tényleg fel tudnának pörögni, lelkesedni. A forduló további eredményei Mavsz Jászberény 96-91, Kecskemét Kaposvár 71-70, Körment Pécs 77-60, Szombathely Albafehérvár 73-71, Szeged Szolnok hosszabbítás után 97-101 és Zalaegerszeg Sopron 58-66. A tabella élén a Szolnok áll 19 győzelemmel és 5 vereséggel, megelőzve az egyaránt 18-6-os mutatóval rendelkező atomerőműt és Zalaegerszeget. A Marsó-Nyíregyháza 5 győzelemmel és 19 vereséggel a 13. helyen várja szerdai székesfehérvári vendégjátékát. Egyesben Lindner Ádám, párosban pedig a Lindner Marsi duó végzett az élen Apagyon a 10. Szabadosok Kupa nemzetközi asztali teniszversenyen. A tornán asztalhoz álló 30 játékos közül 8-an korábban már szerepeltek, vagy jelenleg szerepelnek a magyar válogatottban. Egykoron egy jó hangulatú, ami a házi versenynek indult, az elmúlt 10 évben viszont az egyik legrangosabb hazai viadallá nőtte ki magát, az Apagyi Szabadosok Kupa. A jubileumi tornát a megszokott helyszínen a Zrínyi Ilona általános iskola tornatermében, de a megszokott januáritól eltérő időpontban rendezték meg. A szervezők szerint az eddigi legrangosabb mezőny állt hétfőn asztalhoz.
Az egész éves versenynaptár annyira zsúfolt, hogy a komolyabb játékosok el vannak foglalva az olimpiai felkészülés miatt. Ennek ellenére, hogy az utolsó pillanatban még a tavalyi győztesünk Jakab János is beesett a csapattársával, Molnár Krisztiánnal együtt, akik Ausztriába légióskodnak, ők plusz beemelik a színvonalat, és ezen kívül ugye a megszokott társaság, akik ugye mind válogatott játékosok voltak, ezek egy nagyon komoly színvonalat képviselnek most, és pluszban a Székelyhalmi helyről érkezett játékos György Roland is, aki Olaszországból tért haza, és ő velük egy szintű játékos, úgyhogy ez nagyon jól sikeredett ez a 10. rendezvény. A négyszeres egyéni győztes Marsi Márton 9. alkalommal állt asztalhoz a padjon. A Németországban légióskodó pingpongozó kevés esélyt látott 5. sikerének megszerzésére. A fiatalok azért már én azt gondolom, hogy jobb játékerőt képviselnek nálam. Én azt gondolom, hogy tehát azért egy olyan, ebből a 8 emberből azért már négyen nálam jobb játékosok, úgyhogy hát mindent megteszek a siker érdekében, de nem lesznek álmatlan éjszakáim, hogyha elvérzek véletlenül egy kicsit előbb, mint ahogy szoktam. A székelyudvarhelyiek az első verseny óta visszatérő vendégek Apagyon. Nekünk mindig nagy öröm visszajönni Apagyra és ezen a rendezvényen részt venni, hiszen itten amellett, hogy több mint 10 éves jó baráti kapcsolat van nekünk az apagyi szakosztállyal, egy hangulatos és magas színvonalú verseny, amire szívesen jövünk, jól érezzük magunkat itten. A versenyt egyéniben a céldömölki színekben induló Linden Ádám nyerte a székelyudvarhelyi György Szilárd előtt. A 3. helyen Gerold Gábor és Molnár Krisztián végzett. A párosok döntőjében a Linden Marsi duó győzött a Jakab Molnár kettős ellen. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 45 km útszakasz újul meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A fejlesztések érintik a 4-es számú főút Fényeslitke, Komoró, Tuzsér felüli szakaszát, a 381-es és a 471-es számú főutakat is, továbbá az Újfehértót Nagykállóval összekötő út egy szakaszát. Egyre több fizetésképtelen devizahiteles ingatlanja kerül a Nemzeti Eszközkezelőhöz. A társaság még 2012-ben 35 ezres kvótával indult, ez év február végéig 32.500 felajánlás érkezett. Ebből országosan több mint 22 ezret vásároltak meg. Borsod után Szabolcs megyéből kérik a legtöbb segítséget az eszközkezelőtől. Az 1848-as márciusi ifjak a mai fiatalok számára is példaképek lehetnek, emelte ki Vinnai Győző országgyűlési képviselő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központi ünnepségen Tiszalökön. A politikus hozzátette, 48-ban egy gyarapodó, független, szabad Magyarországért fogtak össze a nemzet nagyjai. A Kölcsei Televízió híradóját látták március 15-én, kedden. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is tudósításainkat megtalálják honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Kedd estig a Kárpát-medence fölött egy anticiklon peremén észak felől egy magassági hideg légörvény vonul át. Eleinte még nedves hideg léghullámok érkeznek, emiatt sokfelé számítani kell vegyes halmazállapotú csapadékra. Szerdán ugyanakkor már szárazabb levegő érkezik fölénk, melegedés kezdődik. Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, havas eső, estig még havazás is várható. A keleti szél helyenként megélénkül, reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan, majd gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. Csapadék nem lesz, az északkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtöktől a hét végéig jobbára gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel. Péntekig nem várható csapadék, de a hétvégén is csak szorványosan fordulhat elő kisebb zápor, a hegyekben esetleg hózápor. A hőmérséklet a sok éves átlag környékén alakul.